Bonyhádon a nőnapi ünnepség felvezetéseként a műsorvezető játékra invitálta az erre vállalkozó hölgyeket, akik közül a legszerencsésebbek ajándékkal távozhattak. Szabó Tibor alpolgármester valóban egyedinek és eredetinek számító köszöntő szavai után megjelent a harmonika hangszer virtuóz művésze Szabó Ádám, aki világslágerek, illetve filmzenék eljátszásával tette emlékezetessé a napot, mintegy 250 nő számára Bonyhádon a Vörös Marti Mihály Művelődési Házban lezajlott nőnapi ünnepségen. A dalokat is próbálom úgy összeválogatni, hogy a hölgyeknek is legyen természetesen olyan dal, ami talán egy kicsit az ő szívükhöz közelebb áll, kicsit romantikusabb dal, lesz ma ilyen, de azért igyekszem tényleg a saját bevált műsoromat is előadni nekik, amiket ugye eddig szerettek az emberek, de nőnap alkalmából természetesen lesz olyan dal, ami csak a nőknek szól. A szekszárdi Babits Mihály Kulturális Központban nőnapi kavalkádra várták a lányokat, asszonyokat. Az egésznapos ingyenes programok a nők testi, lelki, szellemi felüdülését szolgálták. Interaktív táncbemutatókon, mozgásmeditációs foglalkozásokon, kreatív színházi együttléten, hangfürdőn, egészségügyi állapotfelmérésen, életmód tanácsadáson, kézműves foglalkozáson vehettek részt az érdeklődők. Tudjuk, hogy a női szerepek szerteágazó rendszerében bizony nagyon-nagyon komolyan kell rendelkezni minden olyan készséggel, képességgel, ismerettel, hogy hogyan és miként tudunk akár percek alatt is regenerálódni. Ezekről a technikákról is szól ez a nap. A rendezvényen olyan kérdések is felmerültek, minthogy megértik-e a férfiak a nőket, vagy hogy mit tehetnek az 50 éves koruk feletti nők testi-lelki egészségük megőrzése érdekében. Én mióta eljöttem nyugdíjba, azóta van időm saját magammal foglalkozni, tehát fontos, hogy saját magunkkal foglalkozunk, és ez mind fizikális, mind táplálék, mind lelki. És erre mindegyikre oda kell figyelni, ahhoz, hogy karban tudjuk tartani magunkat. Egy nőnapi program tehát fontos, jó alkalom arra, hogy feltegyük ezeket a kérdéseket, de megválaszolásuk és a megoldásuk már a mindennapok feladata. Az igazi cél pedig, hogy a nők az év mindennapján harmóniában éljenek önmagukkal és környezetükkel.